A mai információs napon azok a cégek vettek részt, amelyek a munkahelyi továbbképzéseket támogató GINOP programon nyertek támogatást. Ez a lehetőség mind a kicsi, mind a nagy vállalatoknak fontos. Több mint 1 milliárd forint érkezik a megyében ezekhez a cégekhez. 9 nagy vállalat a nyertes, és 71 mikrokis és középvállalat. Őket vártuk ma. Abban nyújtottak segítséget cégvezetőknek és projektmenedzsereknek, hogyan valósíthatják meg a pályázatot, mire kell ügyelniük az elszámolás során, milyen adminisztrációs buktatók vannak. Részletesen tájékozódhattak a támogatói okiratok módosításáról, valamint az előlegek kifizetési lehetőségeiről. A támogatás nem csak a képzés közvetlen költségeit fedezi. Alapvetően mindenkinek nagy igénye lenne rá, ugye két alapvető probléma van, az egyik a pénz, itt ebben a pályázat ebben az esetben segítséget nyújt, a másik az idő, a pályázat erre is segítséget nyújt, ugyanis a képzési időtartam alatt kieső bér költséget is támogatja. Ezen támogatás hiányában nagyon nehezen megoldható a cégeknél a képzés, ugye munkaerőből kivenni az embereket, ennek költsége van a képzőintézményt, a képzést megfinanszírozni, ez mind-mind problémát jelent. A projekt célja a gazdaság versenyképességének megőrzése, a munkavállalók foglalkoztathatóságának bővítése. Egyaránt támogatnak hosszabb OKI-s képzéseket és egy-két napos tréningeket is.